Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre podcast. Új sorozatunkban szereplőink 5 pozitív és 5 negatív benyomásukat mondják el az adott országról gyors egymás utánban. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Skócia, csodálatos természet, hegyek, völgyek, munrók, folyók, tavak, egy a Loch Nessi szörnyé, és az Atlanti-óceán veszi körbe 3 oldalról. Nincsen olyan pont az országban, ahonnan több mint 2 óra lenne az óceánpart megközelítése. Képeslapra illő a környék. Az időjárás katasztrofális. Vagy esik, vagy fúj, vagy felhős, vagy ezek keveréke, mint ahogy láthatjátok a háttérben is. A nyár általában egy kedd délutánra esik, de most komolyan, általában tényleg egy kedd délutánra esik pár óra hosszára. A nyár maximum 16-18 fokból áll. Aki ide szeretne látogatni, inkább április-májusban jöjjön, akkor talán a legszárazabb az időjárás. A nyári hónapok, június, július és az augusztus a legcsapadékosabbak. Régen azt hittem, hogy a 4 évszak lejátszódása egy nap alatt katasztrofális, most már tudom, hogy ez egy óra alatt is megtörténik bármikor. Ami pozitívum, az a hivatalos ügyintézés. Nagyon egyszerű, nagyon könnyű. Szinte minden cégnek van az országon belül ingyenesen hívható 0800-as telefonszáma. Itt nagyon készségesek, lehet kérni fordítót, tolmácsot, hogyha szükség van rá. Ezen kívül e-mailben nagyon egyszerű felvenni a kapcsolatot bárkivel, 24, 48 vagy 72 órán belül általában válaszolnak rá. Az én kedvencem az a chat ablak, amikor írhatunk a cégnek, és azonnal, hát ha szerencsénk van, egy személyes valaki ül ott és válaszol, egyébként meg egy robottal lehet beszélgetni, és így főcímszavakból nagyon sok információt meg lehet tudni. Ami még nagyon jó, hogy lehet visszahívást kérni. Ha éppen nem érsz el valakit, vagy nem alkalmas neked most akkor beszélni az illetővel, akkor kérhetsz egy visszahívást, megadod a témát, hogy miről van szó, a telefonszámodat, és egy körülbelül 2 órás időintervallumon belül vissza fognak hívni, és megoldják az ügyedet. Drágaság van. Nagyon drága a földvásárlás, az építkezés, vagy akár az ingatlanvásárlás. Fodrászhoz ne akarjál menni. Egy férfi hajvágás 10.000 forintról indul, egy női mellér 40-50.000 forint. Hogyha autószerelőhöz kell menned, akkor a munkadíj az körülbelül óránként 40.000 forint. És akkor még az alkatrészről nem is beszéltünk. Tudni kell, hogy a KRESZ szerint itt autót vontatni nem lehet. Ha lerobbantál, akkor autómentő trélert kell hívni, és hát annak is megvan a díja, több 100 font. Az éttermek. Imádnak a skótok enni, nem csak viszkit inni. Rengetegféle étterem van, kávézók, bisztrók, pubok, alacsonyabb kategóriásabb, magasabb kategóriásabb, Michelin csillagos éttermek, mindenki megtalálja neki valót. Az én kedvencem, amikor a helyi pubba betérünk, és munka után a helyiek koszos ruhában, gumicsizmában ugyanúgy önfeledten jól érzik magukat, mint a szomszédos asztaltársaságnál éppen kisestélyben, kisminkelve ülő emberek. Itt nincsen megkülönböztetés. Én ugye glutén és tejérzékeny vagyok, itt nem probléma. Bármilyen kicsi kis kávézóba bemegyek, mindenhol van legalább egy gluténmentes opció, egy vegán, egy vegetáriánus, bárki bármit szeretne, odafigyelnek az ételallergiára, és nem számolnak fel érte külön felárat. De az ételek egészségtelenek, ez egy nagy negatívum. Skótok nagyon egészségtelenül lesznek, hogyha csak a megszokott étrendet követik, ami általában bármi, ami lehet hal, hús, tengeri herkentyű, és mind mellé krumpli, chips. Tehát a fish and chips, a chicken and chips, a scampi és chips, és a legdurvább a sajtos makaróni, a mac and cheese, amit szintén sült krumplival szolgálnak fel. Hozzáteszem, itt az egészségügyi ellátás ingyen van, tehát hogyha gyógyszerért kell menni, vagy orvoshoz, vagy akár egy CT-szkánra van szükség, vagy MRI-re, itt minden ingyenesen megcsinálnak az orvosi szolgáltatáson belül. Skóciában nagyon korrektek a bérek. Rendszeres a fizetésemelés, az állam minden év októberében bejelenti, hogy mennyi lesz a következő év áprilisától érvényes munkadíj. Áprilisban van nálunk az adóévzárás, ilyenkor készítik el az adóbevallásokat. Én ugye szezonmunkában dolgozom, tehát én évente 8 hónapot dolgozok, viszont ugyanúgy adózom, mintha 12 hónapig dolgoznék, ezért cserébe én minden év június-júliusában kapok egy kis adó visszatérítést, ami nem titok, általában egy havi fizetésemnek felel meg. Tehát 8 hónapot dolgozok, de 9 hónapig kapom úgymond a fizetést, és ezen kívül ugye fizetett szabadság is megillett.
Tehát gyakorlatilag az évben 10 hónapon keresztül jön bevétel, 2 hónapig nem jön, viszont van 4 hónap fizetetlen, úgymond szabadságom, és így a magam ura vagyok. Ami számomra nagy negatívum, hogy itt nem ösztönzik az idős autók vásárlását. Sőt, ha az autód elmúlt 10 éves, dobd a kukába. Nem akarja senki javítani, autószerelő nem akar ránézni se. Nekem sajnos egy 12 éves autón végezte így. Biztos vagyok benne, hogy Magyarországon még meg tudnák többen is javítani. Hozzátartozik, hogy itt a sós levegő miatt hamar rozsdásodnak, korrodálódnak az autók. Így a legtöbben Közép-Angliába mennek le autókat venni, ott talán annyira nem sós a levegő. De mindenki azon van, hogy inkább leasingelje az autót. Tehát itt havonta 300-400 fontot inkább kifizetnek az emberek, és leasingelik az autót. Én ezt egy felesleges költségnek tartom, szerintem hülyeség. Ebben az országban mindenkinek van esélye. Teljesen mindegy, hogy hova tartozol, milyen a vallásod, milyen a bőröd színe, milyen nyelvet beszélsz. Itt befogadnak, és ha bizonyítasz, akkor előre tudsz jutni. 5 millióan laknak Skóciában, ennek a 10%-a, 500 000 ember nem brit állampolgár, és ezek közül is 60% Európából jön, 40% pedig Európán kívülről. Rengeteg itt az ázsiai, indiai, ausztrál, új-zélandi, de akár dél-afrikai is. Az utolsó negatívum, amit kiemelnék, az a házak színe. Katasztrófa. Minden szürke, minden barna. Nem tudom, mennyire látszik, ott a háttérben van egy pár ház, de szürkeség van, be van borulva, és ilyen depressziós hangulatot kelt az egész. Nem festik a házakat, nincsenek színek, nincsen rózsaszínház, sárgaház, zöldház, kékház, itt sajnos csak ezek az egyforma színek vannak. Ami szintén szörnyű, hogy ha az ember bérel egy ingatlant, akkor belül a tulajdonos nem engedi, hogy a falakat átfestjük. Vagy ha átfestettük, akkor amikor visszaadjuk a lakást, vagy felmondjuk az albérleti szerződést, vissza kell festeni mindent az eredeti színére. Hogyha feltettünk egy képet, egy tükröt, furtunk, faragtunk, és lyuk keletkezett a falban, akkor azokat be kell tömködni. Tehát ezek olyan szabályok, amiről mondjuk otthon Magyarországon én soha nem hallottam. Minden esetre, akárhol van az ember, szerintem bármilyen város, bármilyen országban, pozitív és negatív oldala mindennek van, olyan nincs, hogy valami tökéletes lenne, erre angolul azt mondjuk, hogy take it or leave it, vagyis vagy megszoksz, vagy megszöksz. Köszönöm a figyelmet, üdvözlet Skóciából! Köszönjük, hogy velünk tartottál a mai epizódban. Most rajtad a sor. Ha neked is vannak élményeid, véleményed az országgal kapcsolatban, hozd meg velünk kommentben. Nagyon kíváncsiak vagyunk, neked mi tetszett, és mi az, ami kevésbé. Beszélgessünk és fedezzünk fel együtt még több izgalmas részletet a világ minden tájáról.